2015 áprilisában a Szegedi Vasút történeti alapítvány és a Győri Vasutas Művelődési Ház írta ki a fotópályázatot a Képek az ország vasútjairól címmel. A fotópályázat célja az volt, hogy a vasutas kollégák, családtagjai, a nyugdíjasok fényképezőgépének objektívén keresztül bemutatják a vasutat, azok szépségeit, a vasúti gépek világát, a utazás örömeit, esetleg a bánatát. A fotópályázatra 36 szerzőnek érkezett 163 kép, a zsűri ezek közül válogatta le a kiállításra érdemeseket, illetve a díjazottakat. 2020 őszén Szegeden a vasútállomás csarnokában került sor a kiállításnak a megnyitójára, majd az egész tárlat vándorútra indult. Gyulára többek között Kecskemét, Hódmezővásárhely, Orosháza és Békés Csaba érintésével érkezett. A jelenleg itt 24 fotót láthatunk, lenagyítva színes, illetve fekete-fehér fotókat egyaránt. A fotók közül, vagy fotókon megjelennek a vasúti élet szépségei, nehézségei, különösen a vágányok között végzett munka és azok nehézségei a gyermekkörülmények az utazással kapcsolatban. Hát örömömre szolgál, hogy a gyulai vasútállomás lehetőséget biztosíthatott a kiállításnak a megszervezésére, és ajánlom mindenkinek, aki szereti a fotózást, a vasutat, illetve mindkettőt.